korszerűbb munkát kell végezni, sokkal komolyabban kell odaállni, olyan alázattal kell odaállni, dolgozni az edzőknek, játékosoknak, mint ahogy ebbe az elmúlt 21-nehány évben történt, és hogyha ugyanúgy fogunk hozzáállni, ez vonatkozik edzőre, játékosra, akkor biztos újra jönni fognak az eredmények. Szeretném, hogyha az edzők képeznék jobban önmagukat, ebben kapnának akár mondjuk úgy, hogy segítséget más-más területről, akár a sporttudományt említetném, akár a szűken vett kézilabda sportszakmai területet, mert kicsit úgy érzem, hogy meg kell újulni, kicsit úgy érzem, hogy új korszerű edzésmódszerekre van szükség. Nagy reményekkel megyünk az Európa-bajnokságra. Remélem a legjobb négy között leszünk, ugye a tavalyihoz képest, ugye ugyanott voltunk a döntőbe. Sajnos ismét van egy hiányzó emberünk a fentállására, akire viszont nagyon sokat alapoztunk volna jobb lövőben, hiszen balkezes, és tavaly is úgy játszottunk, hogy balkezes nélkül. Sajnálom, hogy ez neki most így sült el, de nem fogjuk feladni, mert ugyanúgy vannak más játékosok, akik ezt meg tudják oldani, és remélem, hogy nem egy bronz, nem egy ezüst, hanem egy arany fognak lesz a nyakunkba.